A Tolnai Értéktár Bizottság 2014 óta gyűjti a város épített kulturális és művészeti értékeit. A bizottság első közt csatlakozott a megyei kezdeményezéshez. A megyei önkormányzat Vára megye elnevezésű értéknapján minden esztendőben be is mutatkoznak. A népszerű rendezvény a pandémia miatt tavaly elmaradt, és az idei esztendő megrendezése is kétséges egyelőre. A szervezők azonban nem adták fel a kapcsolattartást, és egy játékot hirdettek a települések között. A tolnaiak ismét első között vállalkoztak a megmérettetésre. Csináljuk, dolgozzuk, próbáljuk megoldani a jelen körülmények között mindenféle online egyeztetésekkel, meg online tartunk bizottsági, de azért sokkal nehezebb, és miután nincsenek meg a megyei találkozói napok sem, hát azért valamilyen formába kell, és ez az első, hogy ilyen van, én gondolom, hogy ez is már ennek hatására alakult ki, hogy legyenek ilyen játékok, ilyen vetélkedők, hogy azért meglegyen az összetartás, illetve hát a kapcsolat közöttünk mindenképpen. A játékok során a tolnai kumokat kell feldolgozni a résztvevő csapatoknak, és beküldeni a feladatokat a megyei bizottsághoz. A bizottsági tagok mindenki részese akart lenni, úgyhogy 5 vannak a játékban. Mi minden hónapban megkapjuk online az anyagot, és akkor szétosztjuk magunk között, összeülünk, megbeszéljük, meg kitöltjük. Meg kell keresni, hogy milyen érték lett beadva, ki adta be, mi fűződik hozzá, tehát ezeket lehet feldolgozni, illetve mindig az adott hónapban megadják, hogy mi az, ami bent van az értéktárba, tolnai kumok a mi esetünkben, és azokból lehet választani, hogy mire adjuk azt a bizonyos 5-10 mondatos kis figyelemfelkeltőt. A leírás szerint úgy szól, hogy amikor gondolom, hogy majd a megyenapon, hogy az idén már csak-csak addigra kiszabadulunk, és tudunk találkozni is, akkor lesz ennek folytatása, de ennek a folytatása, mert az itt szerzett. Tehát ezeket a kérdéseket, feladatokat pontozzák, és ezeket a pontokat visszük magunkkal, és akkor ott majd lesz valami, amit nem tudunk. Ehhez azonban az kell, hogy idén legyen Vára megye rendezvény, ez pedig most még vírusfüggő. A játék mellett a tolnaiak tovább dolgoznak értékeik összegyűjtésén is, és erre gyújtottak be pályázatokat. Az Értéktárt Bizottság az nem egy önálló bizottság, hanem a Tolnai Városszépítő Alapítvány kuratóriuma kapta meg ezt a feladatot, úgyhogy az alapítvány adott be egy pályázatot a Hungarikumhoz, de értékmegőrzés, tehát kizárólag konkrétan az értéktári feladatokra tudtuk, mert benne van az alapítványnak a tevékenységi körébe ez is benne van, tehát így be tudtuk adni, és kizárólag arra szeretnénk fordítani. És amit mi szeretnénk ezzel megvalósítani, az, hogy eddig 50 értéket vittünk be a megyei értéktárba, és szeretnénk nyomtatott formába is kiadni valami nagyon, ehhez mindenféle segítséget igénybe veszünk, könyvszerkesztőtől fotósig, tehát az, hogy egy profi kiadvány legyen, valamint egy önálló honlapot, amit a városi honlappal összefüggésben működtetni, ahova valamennyi érték felkerül, hogyha bárki akár online szeretné megnézni, akkor ott is minden értékről minden információt megtalál, mindenhez hozzájut, illetve a nyomtatott formában pedig azt szeretnénk, hiszen ez városi érték, városi értékről beszélünk, hogy a városnak a rendelkezésére áll, akkor hát egy 500 darabos számot pályáztunk meg, népszerűsíteni a tolna értékeit. A bizottság tagjai több témában is készítik előterjesztéseiket, melyeket a megyei értéktár bizottság elé tárnak. Rövidesen beadásra kerül többek között a Holduna hídjának története, illetőleg a vízisport, valamint a városi labdarúgás aranykorának emlékei is.